A május havi testületi ülés Léba István Zoltán napi rend előtti felszólalásával kezdődött. Az alpolgármester jogosulatlanul használt egy mozgássérült parkolóhelyet a Pest-Szent Imrei sportkastély előtt. Egy olyan ügyben kívánok szólni most ezen a fórumon, ami az elmúlt egy héttel ezelőtt, múlt hét csütörtökön, május 24-én jutott tudomásomra a Pest-Szent Imrei egy lakossági fórumon, ahol a lakosság képviseletében Szaniszló Sándor fővárosi képviselő a lakosság nevében tájékoztatott arról, hogy április hónapban a Pest-Szent Imrei sportkastély parkolójában szabálytalanul álltam meg gépjárművemmel. Ezzel elkövettem egy szabálysértést, hiszen a mozgássérültek számára kijelölt helyet foglaltam el. Úgy gondolom, hogy ez egy olyan szabálytalan cselekmény, amit egy közfeladatot ellátó alpolgármesternek, tisztségviselőnek sokkal jobban oda kell figyelnie, hogy ilyen szabálytalanságokat ne kövessen el. Itt el tudom mondani, azóta megnéztem a helyszínt, hogy valóban én követtem el ezt a szabálysértést. Nem figyeltem oda, én nem úgy álltam oda be, hogy egy mozgássérült helyre állok be. Véletlen volt, nagyon sajnálom. Tanulság volt a számomra, és a jövőben sokkal jobban oda fogok erre figyelni, mint magánember különösen, és mint a kerület egyik vezetője még inkább. Sokat gondolkodtam, hogy hogyan lehetne, nyilván helyrehozni ezt nem lehet, de hogyan lehetne ebből az ügyből olyan helyzetet teremteni, hogy ha már én elkövettem egy ilyen hibát, akkor a kerületben élő, vagy a kerület intézményeiben, sporteseményeire látogató mozgássérült embertársaink életét megkönnyítsük, és ezért szeretném bejelenteni, hogy a mai nap kértem a hivatal illetékes vezetőit, hogy a Lőrinci sportcsarnokban két parkolóhelyet alakítsunk ki. Ennek a költségét én vállalom, illetve kértem az intézmény, illetve a irodavezető helyettes urat, Takács Ferenc urat, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy a kerületben az önkormányzat fenntartásában, kezelésében lévő intézmények környezetében vannak-e még olyan helyek, ahol a mozgássérültek számára kijelölt hely táblázva, felfestve nincsen. Vizsgáljuk meg ennek a lehetőségét, szedjük össze az észrevételeket, javaslatokat, és tegyük meg a szükséges hatósági lépéseket annak érdekében, hogy ahol szükséges, ott alakítsuk ki ilyen mozgássérült helyeket. Az esetet Szaniszló Sándor MSZP-s fővárosi képviselő tárta nyilvánosság elé egy lakossági fórumon. Az MSZP frakció nevében Körös Péter frakcióvezető elmondta, hogy a lakosság egy része szerint ez méltatlan viselkedés egy közszereplőtől, mások szerint minden ember hibázhat. Szerintem a legnagyobb tanulság a lakossági, illetve a személyes beszélgetéseknek az, hogy kérném, majd nézzük a polgármester úrra, ebben mi az ön véleménye, vagy teszek is ennek egy javaslatot, hogy nagyon sokan úgy érzik, és ezt fogalmazták meg mind az interneten, mind személyesen, hogy ha ez más mezei állampolgára történt volna meg, akkor őt helyszínen ezért egész biztos, hogy a kerület följogosított szervét biztos, hogy jól megbüntették volna. Számos példát tudunk erre ugye mondani. Lakók elmondták azt, hogy a piacon, a szombati piacnak volna valaki megáll, a mozgássérültek számára föntött fejen, 5 perc múlva biztos, hogy rajta van a cetli. De azzal kapcsolatban is több fórumbejegyzést lehet olvasni, hogy nem kell messze menni az SZTK előtt, ha valaki fél oldalra kerékkel föláll a járdára, ő sem kerülheti a jutalmát. 30 ezer forintos összegek szoktak ilyenkor repkedni. Tehát alpolgármester, azt gondolom, hogy és erre ön is utalt, egyetértek ön azzal, hogy bármilyen típusú közszereplőnek, mert egy közszereplő azon magunkat is belépve önt is, abban a felelősség az biztos egész más, és azt gondolom fokozott, hogy milyen példával jár elő. Ebben azt gondolom, hogy ő most helyesen értékelt azt, hogy elismerte a felelősségét, és valamilyen típusú felajánlást, illetve jótékonyságot tett. Ha ezt nem tettem volna meg, akkor mi arra kértük volna, illetve arra tettünk volna javaslatot, hogy azt a büntetést, hogy mindenki más mezei állampolgár ezért kap, akkor ezt legyen szívesen a közös kasszára befizetni. A másik javaslatunk viszont az lett volna, hogy egy utali szervezetnek ajánlja fel ezt az összeget, de azt gondolom, hogy ez egy, amit ön tett, javaslat.
ezzel körülbelül egyértékű. Vezető választás és vezető váltásról is döntöttek a képviselők. A Napsugár óvoda vezetőjének Perge Zsoltnét nevezték ki, a Robogó óvoda élére Dóci Ildikót. A Bókai Árpád általános iskolában nyugalomba vonult Babák Sándorné helyét Vörös Csilla vette át. A Veszentőnéci Német Nemzetiségi Általános Iskola élére Elek Noémi. Veszentőnéci felnőttek gimnáziuma és továbbképző központja élére dr. Grünwald Máriát. Pedagógiai és helytörténeti gyűjtemény élére Madárné Gyurján Ildikót. A nevelési tanácsadó vezetésére kiírt pályázatot az önkormányzat érvénytelennek nyilvánította, és új pályázatot írnak ki. A Kassa iskola igazgatói helyére sem érkezett eredményes pályázat. A búcsúzó intézményvezetőknek az önkormányzat címzetes igazgatói címet adományozott, elismerve ezzel az elköszönő vezetők évtizedes munkáját. Kérném őket, hogy továbbiakban sem adják el az intézményt azokra a munkára és azokra a tapasztalatokra, amiket ők összegyűjtöttek ennek a munkának az elvégzése folyamán. Nagyon nagy segítség lesz a későbbiekben és az új intézményvezető számára. Ezért a címzetes igazgatói cím számukra nem egy formális gesztus, amit a képviselőtestület megszavazott, hanem hitünk szerint egy nagyon fontos tartalmi elismerés is. A Bókai Árpád általános iskola volt igazgatóasszonyának, Babák Sándornénak, a felnőttek gimnáziuma volt vezetőjének, Cselovszki Jenőnek, a Csontvári Kosztka Tivadar általános iskola volt vezetőjének, Gál Józsefnek, a Kassa utcai általános iskola, Gál Józsefnének, bocsánat, Horváth Gábornak, és a pedagógiai intézet volt vezetőjének, Frank Gabriellának adományozta a képviselőtestület a címzetes igazgatói címet. Grünwald Mária a felnőttek gimnáziumának igazgatását veszi át a nyáron. 25 éve dolgozik a kerületben és a felnőttek gimnáziumában, történelmet és filozófiát tanít. A Hunyadi gimnáziumban 16 évig igazgató helyettes volt. Nagyon boldog vagyok, és én azt gondolom, hogy nagy jövője van a felnőttek gimnáziumának, és együtt mindannyian a 29 kollégámmal szép sikereket fogunk elérni. Madárné Gyurján Ildikó a Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatója, Frank Gabriella posztját veszi át. Az intézetnek a 2013. szeptemberétől életbe lépő köznevelési törvény megváltozott szerepet kínál, ezért külön vált a Pedagógiai Intézet és a Helytörténeti Gyűjtemény. A köznevelési törvény rendeleteit a szakemberek még nem kapták meg. Ha minden igaz, akkor május végén, június elején ezek megszületnek, azok fognak tudni igazán választ adni, hogy miért is kellett, vagy miért is volt szükség erre a szétválásra. Ami mindenképpen látni kell, hogy a szakértők munkája, az eddigi szaktanácsadás egy magasabb szintre fogja bizonyos értelembe emelni. Rengeteg minden és rengeteg felkészülés és átalakulás vár a jövőben a pedagógiai szaktanácsadás, a mostani szaktanácsadás és szakértésre. Vörösné Éles Csilla augusztus 1-től a Bókai Árpád általános iskola igazgatói posztját tölti be. A kerület legrégebbi iskolája idén ünnepelte 110. születésnapját. Igazából nem is tudom megmondani, hogy hányadik igazgatója leszek az iskolának, de az elődöm az 25 évig volt igazgató, úgyhogy vegyes érzések vannak, és nagy felelősséget érzek most így az elnyert cím miatt, mert hogy az elődeim olyan munkát tettek le a kerület asztalára, amit nem lesz könnyű felülhajazni, vagy legalábbis a színvonalat ugyanilyen minőségben biztosítani. Elek Noémi, a Piros iskola igazgatója, 25 éve áll az intézmény élén,
kollégáitól és a kerület vezetésétől újra bizalmat kapott. Úgy érzem, hogy sikerként lehet megélni azt, hogyha az embert az ötödik ciklusa után meghosszabbítják az igazgatói teendőiben, mert véleményem szerint ez azt mutatja, hogy látnak további tendenciákat, lehetőségeket, fejlesztési területeket az intézményünkbe. De hát ez így is van, mert állandóan zajlik egy nemzetiségi iskolában, mindig van valami mozgás. Minden hónapban vannak rendezvényeink, fogadások, cserekapcsolatok, Comenius program, 85. évfordulóját intézményünk életének most ünnepeljük, tehát ez is meghatározza a jövő feladatait, és természetesen a törvényi változások, azokra való átállás, azoknak való megfelelés. Az intézmények legfőbb feladata a közoktatási törvény kivezetése és a köznevelési törvény bevezetése a mindennapokba. A következő tanév erről az átállásról szól, mondták el a pedagógusok.